Kiszabadultunk végleg, végre egy kicsit az otthonból. Többen vallották ezt az érzést a hosszú hétvégén. Ismét élet költözött a kastélyparkba, sokan tettek egy sétát pünköstkor az épület körül. Bár már hetekkel ezelőtt megnyitotta kapuit a Helikon Kastély Múzeum, idő kellett ahhoz, hogy megérkezzenek a látogatók. Többek tetszését nyerték el a virágok és a szökőkutak is, de olyanok is akadtak, akik csak kimozdulni szerettek volna egy kicsit. Leginkább azonban olyanokkal lehetett találkozni, akik két kiállítás között csodálták meg a parkot. Eddig nem tudtunk menni sehová, így látogatni semmiféle történelmi helyeket, de most, hogy végre kijöttünk, hát ez valami mesés itt, ez a környék, ez a kastély, hát nagyon szép. Bár programokat még nem szervezhetett az intézmény, néhány érdekességgel készültek a látogatók számára. A pálmaház megtekintése mellett virágvásárral is várták az érdeklődőket. Megnyitotta kapuit a Lady Hamilton kávézó is, melynek terasza nagyon népszerű volt a vendégek körében. A kastély munkatársai is alig várták, hogy újra fogadhassák a látogatókat a hosszú kényszerszünet után. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy újra tárkapukkal várhatjuk a látogatókat, és hogy most már jönnek is hozzánk. Tehát nagyon jól érezhető a fejlődés a látogatottság létszámban. A pünkösdi hétvégén most már elértük az 1000 főnél tartunk, és hát bízunk benne így, hogy az idő is kedvez nekünk, hogy még nagyobb lesz a hátra lévő időben a látogatottság, még növekedni fog. A Hintó Múzeumot is sokan látogatták meg. Ez az országban egyedülálló fejlődés történetet bemutató tárlat már többször nyűgözte le a közönséget, ez most sem volt másképp. A környékbeliek mellett az ország más részéből érkezők is megcsodálták az összeállítást, amely nagyon elnyerte tetszésüket. Budapestre jöttünk, bejártuk a kastélyt, hát láttuk a gyönyörű bútorokat és festményeket, szobrokat, nagyon tetszett, és ez a Hintó Múzeum is nagyon gyönyörű dolgok vannak, amiket lehet látni, nagyon élvezzük. A kastély munkatársai a kiállítási anyagban is kínáltak újdonságot a látogatóknak. Augusztusig tekinthető meg a Hintó Modell Mini tárlat, melyen 16 makett látható. Ezek között fellelhető a modellező legutóbbi alkotása is, amely a Keszthelyen található fehér gyászhintó kicsinyített mása. Körülbelül 2,5 évig készítettem. Hát ugye nem mindig ezt csinálja az ember, van egyéb más elfog, de ha összevonjuk az órák számát, több ezer órára jön neki, mert annyira részletes és több munka folyamat van benne, hogy kárpitozás, kovács munka. A pünkösdi hosszú hétvége első két napján több mint 1500 jegy kelt el a Helikon Kastély Múzeum kiállításaira. A tárlatok továbbra is védettségi igazolvánnyal látogathatóak.